itt a Rádió Q99.5 műsorán. Minden csütörtök este 9-től 10-ig. Vásott hallgatók! A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Jó estét kívánok, Csernus Imre, Rádió Q99.5, és vendégem egy drusza. Hogy hívják önt, kedves drusza, és kicsoda ön? Jó estét kívánok, Tompa Imre vagyok. Kicsoda vagyok én. Ez mi, ez a szakmámra vonatkozó kérdés? Bármi, amit el szeretnél mondani. Hogy mutatnád be magad? Hát azt inkább bizalmasan kezelném. Hogy mutatnám be magam? 50 évesen is bizonytalankodó, jó szándékú, életképtelen, optimista, hedonista egyén. Ilyesmi. Életképtelen, optimista, hedonista egyén. Hát itt eléggé kontroverz dolgokat mondtál, halmoztál fel. Az alkohol és az alkohol kultúrált fogyasztása. Hát, ahogy én tudom, ez bizony rengeteg ember szeretné, nagyon sok ember bebukik ezzel, és nem jön össze neki. Ez kurvára így. Mostanában írtál egy könyvet. How to be an alcohol. Tehát hogyan legyünk alkoholisták? Miről szól ez a könyv? Hát ez konkrétan azoknak a cikkeknek az antológiája, amiket ma is el tudok olvasni és szórakoztatnak, és írtam hozzá szövegeket, meg felfrissítettem, és valahogy annak a hihetetlenül mázlista státusznak a foglalata, hogy az ember ború újságíró. Ami egy ilyen disznó módon szórakoztató és pimaszú kellemes munka. Miből áll a munkád, mint bor újságíró? Hát mondjuk ugye az embernek eserű tapasztalata, hogy nem lehet sikert vagy minőséget termelni anélkül, hogy ne dolgozz magad halálra. Ez nem túl eredeti megállapítás, de tehát van egy olyan rész, hogy tudni kell. Tudni kell kóstolni, tudni kell egy csomó dolgot, ami nagyon kemény munka. A másik része azonban az az, hogy elmész a borvidékekre, amik mindenhol a világon a legfinomabban megmunkált, és az ilyen leginkább a legjobb értelme az arany középúton mozgó, gyönyörű dombok, hihetetlen kedves emberek, egyre több nő borászom, és szépek, meg okosak, meg érzékenyek, és ezt most nem azért mondom, mert tudom a te nőkönyvedet, hanem örömmel konstatálom, hogy most Tokajon voltunk, és ott 2-3, talán a legmérvadóbb fiatal borász az lány, vagy legalábbis fiatal az. És a legjobb borokat kóstolod, még a legjobb étterembe is el kell menni, és még fizetnek is ért. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Akkor ezek szerint te szereted csinálni ezt? Igen. Szeretem. Szereted. Hát úgy hülye kérdés volt, de... Nem ez a bajom ezzel, hanem én nem vagyok ura ennek teljesen, szóval nem úgy van, hogy én állati készve tartom ezt a dolgot, szóval van, amikor engem megöl a bor. Ez mit jelent? Hát te tudod kontrollálni? Nem, ezt jelenti, hogy nem tudom. Akkor te alkoholista vagy? Ez a határán. Ez mit jelent, ez a határ? Ez egy betegségféleség. Ez azt tudom, hogy elég régóta dolgozom ilyenekkel, de mitől betegség? Hogy kitalálod, hogy hogyan fogod megformálni az életedet szépen, ami tőled telik,
és aztán nem tudod megvalósítani, egész egyszerűen kiszolgáltatottja vagy annak az állatnak, aki lakik benned. De ez azt jelenti, hogy meg fogsz pusztulni bele. Lehetséges. De méltóság nélkül? Hát az alkoholizmusnak azt gondolom, ez a féle jelentős sajátja. Akkor ezek szerint te feladtad? Ne, dehogy. Nem. De... Kicsit kiélesztem. Ha nem kicsit kiélezted, akkor kiégtél emberként. Dehogy. Úgyhogy de ború újságíróként meg tudod, el tudod mondani azt, hogy mit tudom én, az Oremus az milyen, mit jó csinál, meg stb. Meg nem csak ennyit, hogy jó, gondolom, amikor kóstolgatod a különböző dolgokat, akár Villánytól elkezdve Tokaig, tehát emberként mondtam, hogy kiégtél. Vagy feladtad. Nem. Hogy menekülsz. Inkább igen, persze, menekülök. De a menekülés az nem egy önfeladás? Hát miért volna az? Úgyhogy miért? Hát, fogalmilag se az, hát menekülés, az abban nincs benne, abban az opciók benne van az, hogy lehet önfeladás, lehet, hogy győzelem lesz belőle. Nem, az önfeladás az egy státusz. Az, hogy mi lesz, azt még nem tudjuk, de a realitás, hogy önfeladás az van. Önfeladás az van, mivel menekülés van. Na jó. Ez nem szinonima. Mi? A menekülés az önfeladás. Hát neked nem. Azért, mert az önfeladás az egy súlyos szó. Az nagyon súlyos. Az nagyon súlyos. Akkor mondjak még egy másikat. Mit szólnál ahhoz, hogy önprostitúció? Azt nem értem egyből. Nem érted? Hát aki feladja az ideáit valamiért, hagyja magát megalázni, hogy azért teszi szét a lábát, hogy miután megbosszák, akkor megsimogassák a buksi fejét. Tehát szeretetért hagyja magát ezt megtenni. Ez elég teátrális. Ez nem teátrális, tudod, hogy hányan csinálják? Na, visszatérve a menekülésre. Mióta menekülsz? És mi elől menekülsz? 30-40 éve menekülök. 30-40 éve menekülsz. 50 évesek. Most 30-40 éveig menekülni, ez nem egy önfeladás? Hát gondolom, akkor nem menekülnék, nem? Nem. A logikailag, most tisztán forma logikailag. Most ha feladom, akkor már, akkor már nem menekülök. Tudod, az önfeladás az történhet úgy, hogy mi a francnak élek. Sokan elmondják, nem? Hát ez... Örök kérdésem. Hát látod, örökkel rátapintottam. Hát aki kinek nem örök kérdése? Hát annak, aki megfogalmazta, hogy miért én. Az már nem kérdezi, mert az már nem, tudja. Nem érdem azokat, mert akiknek tudja. Biztos válasza van. Ez is egy jól hangzó válasz a tiéd. Na most, megérted azt, hogy hogyan legyünk alkoholisták. Mi a célod ezzel? Nincs célod? Ezzel a könyvvel nincs célom. Az életeddel neked van célod? Hogyne. Mi? Nagyon egyszerű. Ez teljesen őszintén és konkrétan azt gondolom, hogy amit képes vagyok, vissza kell adni, amit értéknek tekintek. És számodra ez micsoda? Ugye nem nevetsz ki, például szereted. De hogy nevetlen, miért nevet? Ez mindenki egyformán, mindenkinek egyformán fontos. Van a dolgok, amiket látok is szépnek, és azokat úgy közvetíteni. Tehát ezek azért, mindig azt gondoltam, ha az ember valamit kikovácsol magába, akkor azt vissza kell adni. Most olvastam éppen a Engel Párról, akit nagyon-nagyon tisztelek, egy hatalmas nagy középkorász történész volt, nem igazán ismert, ami egyébként javára szól szintén, de ő azt mondta, hogy az igazi hazafi az, aki kifejleszti a tehetségeit, és azt igyekszik minél több ember számára adni. Szóval ez ennyi, de